Kezdjük csokolom, jó napot kívánok, köszöntöm Önöket az Árnyék Kormány mai sajtótájékoztatóján. A HVG írta meg a kormányzati forrásokra hivatkozva, hogy a kormány mintegy 60 iskola bezárására készül az önkormányzati választás után. Ha ez igaz, akkor ez újabb súlyos csapás a magyar vidéknek, hiszen 60 jellemzően vidéki iskola bezárásáról szólnak a hírek. A Demokratikus Koalíció írásbeli kérdéssel fordul Pintér Sándorhoz, hogy megtudjuk, igaz-e, hogy mintegy 60 iskolát fognak bezárni az önkormányzati választás után. Amennyiben igaz, mondják el, hogy pontosan hol és mely iskolákat akarják bezárni, hol akarják oktatás nélkül hagyni a magyar gyerekeket. Akárhogy is sújtja a kormány megszorítással az oktatást, akárhol is zár be iskolákat, az érintetteknek joguk van tudni róla, hogy ne nyáron, az utolsó pillanatban maradjon a gyerekük oktatás nélkül. A Dobrev Klára vezette Árnyék kormány éppen azért készül szociáldemokrata fordulatra a kormányváltás után, hogy véget vessen az állami oktatás kormányzati leépítésének. Egyetlen kormány sem teheti meg, hogy fizetős magániskolába kényszerítse a gyerekeket az állami oktatás szétverésével és az iskolák bezárásával. Szociáldemokraták vagyunk, ezért magánkórházak és magániskolák helyett erős állami egészségügyet és oktatást, a milliárdos elit kiszolgálása helyett pedig igazságos Magyarországot akarunk. Közel 5 hónap van még az önkormányzati választásokig, de ha igazak a hírek, akkor már most tudjuk, hogy milyen megszorítások jönnek a választás után. A kormány eddig tanárhiánnyal és elmaradó tanórákkal próbálta fizetős magániskolákba terelni a magyarokat, az iskolabezárás viszont egy teljesen új szintet képvisel ebben. Azon már meg sem lepődünk, hogy vidéki iskolákat fenyegethet a bezárás réme, hiszen a vasúti szárnyvonalak bezárásával az Orbán kormány már elkezdte a magyar vidéket sújtó, megszorító programját. Még egyszer szeretném tehát hangsúlyozni, a Demokratikus Koalíció írásbeli kérdéssel fordul Pintér Sándorhoz, hogy megtudjuk, igaz-e, hogy mintegy 60 iskolát fognak bezárni az önkormányzati választások után, és ha igen, akkor hol és melyik iskolákat. A Dobrev Klára vezette Árnyék kormány éppen azért készül szociáldemokrata fordulatra a kormányváltás után, hogy véget vessen az állami oktatás kormányzati leépítésének. Egyetlen kormány sem teheti meg, hogy fizetős magániskolába kényszerítse a gyerekeket az állami oktatás szétverésével és az iskolák bezárásával. Szociáldemokraták vagyunk, ezért magánkórházak és magániskolák helyett erős állami egészségügyet és oktatást, a milliárdos elit kiszolgálása helyett pedig igazságos Magyarországot akarunk. Én köszönöm szépen, hogy meghallgattak, kezét csókolom, viszontlátásra!